Na, hát sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Augusztus 21-e van, még nagyon jó az idő, de ma egy ilyen elég pörgős napom van. De mindig van egy kis idő, egy kis videózásra. Úgyhogy, hát nyilván, hogyha van téma. És most van is téma, rengetegen kérdeztétek tőlem tegnap live-ban. Meg érdekes, hogy az ismeretségi körömben is nagyon sokan, hogy megyek-e a tűzijátékra. Olyan emberek is megkérdezték, akikről tudom, hogy már egyébként évek óta nem járnak ők se, de volt olyan, aki meg is lepődött azon, hogy én nem megyek. És velem volt utoljára a tűzijátékon 5 évvel ezelőtt, tehát na mindegy. Szóval a tűzijátékról, hogy egyáltalán most 2019-ben, hogy ennek egyáltalán van-e értelme, meg hogy egyáltalán kik mennek ki, mert ugyan minden évben van tűzjáték, és én nem akarom elhinni, hogy olyan baromi nagy fejlődések vannak, vagy nagyon sok újdonság lenne. Gyere kifele, gyere, mert feltartogott a sor. Szóval nem hiszem, hogy olyan baromi nagy újdonságok lennének a tűzjáték, tehát hogy évente olyan sokat változna itt a tűzjáték, annyit fejlődne, hogy kik azok, akik kimennek. Hát nekem van egy elméletem, szerintem nagyon sokan jönnek egyébként vidékről, mert az tény is való, hogy szinte az összes nagyváros, sőt még vannak kisebb városok is, ahol szintén van tűzijáték, de nyilván a budapesti a legnagyobb volumenű az összes közül, és szerintem nagyon sokan jönnek. Meg voltak olyan városok, amelyek azt mondták, hogy nem rendeznek tűzjátékot, mert egyébként nem 2 forint egy ilyen. A budapesti tűzjáték, olvastam, az több mint 200 millió forintba kerül egy 20 perces program. Jó, rendben, most lehet azt mondani, hogy egy évben egyszer van államalapítás ünnepet, tehát még a hülye gyerek is megkapja a mountain bike-ot szülinapjára, bármennyire is drága, egyszer van szülinapja a gyereknek, jó van, tök mindegy, kapja meg. Tehát igazából nincsen ezzel abszolút probléma, csak amikor azt látod, hogy pont tegnap volt hír az Indexen, vagy 444-en, nem tudom, hogy Prágában is az államalapítást meg szokták ugye nyilván ünnepelni, és ilyen, csak hát ott nem tűzjáték van, hanem fényjáték van, gyerekek, aminek az összköltsége 16 millió forint. És az indok az... Az szép volt. És az indok az, hogy hát egyrészt spórolás szempontjából, kettő, hogy a környékbeli, vagy hát a környékbeli, hát a városban lakókat, az időseket, meg hát ugye akiknek kutyájuk van, a kutyáknak azért ez elég keményen odavág, ugye mint a szilveszteri tűzjátékozás, petárdázás is, tehát hogy úgymond segítsék egy kicsit az embereket, hogy ne hőjüljenek meg a kutyák, meg hát nyilván ez egy költséghatékony, meg egy modernebb megoldás. Volt olyan város, amik azt mondta, hogy ők nem rendeznek tűzjátékot, mert hát ugye ez tényleg elég költséges, kisebb városnak is a büdzséjét azért eléggé keményen megnyomhatja, és azért volt olyan, ahol azt mondták, hogy inkább játszóteret építenek abból a pénzből. Én már évek óta nem járok ki a tűzjátékra, 2015-ben voltam utoljára a barátaimmal, de igazából én akkor sem tudom, hogy milyen indítatásban mentünk ki. Tehát egy 20 perces műsor, egyébként kezdjük ott, hogy ahhoz, hogy olyan helyre tudjál kerülni, ahol minden telibe belátsz, azokat nyilván leghamarabb elfoglalják. Ahhoz neked már egyébként, de lehet, hogy rosszul mondom, de szerintem már ilyen 5 óra környékén be kell menned a városba, hogy elfoglald azt a helyet. Egy fél órás, 20 perces fél órás műsorért egyébként már délután 5-kor bemész, és ott vagy 4 órát. Jó, persze elsőrözgetsz meg mindent, de hát most... Nem tudom, engem nem venne rá a lélek, hogy csak így emiatt bemenjek a városba. Kezdjük ott, hogy kocsival nem is tudsz ilyenkor bemenni, nem is érdemes amúgy, mert gyakorlatilag ahogyan ki elindulsz otthonról, már teheted is le az autót, mert már így állnak végig. Tehát a városban azt felejtsd el, hogy be tudsz ilyenkor menni, a tömegközlekedés az nyilván ilyenkor ugye fel van készülve. Az útlezárások az egyébként meglepően korrekt. Tehát, hogy tényleg azokat a helyeket zárják le, azokat az utcákat, és tényleg csak akkor, amikor már úgymond programok vannak ott, vagy amikor már hömpölyög arra fel a tömeg. Tehát tegnap is például a felső rakparton még nagyjából lehetett közlekedni, Budán már azért annyira nem. Szerintem teljesen
normálisan van ez az egész megcsinálva. Tehát, hogy a budapesti autósoknak, bár mondjuk ugye nyilván hétvégén, főleg egy hosszú hétvégén, amikor nagyon sokan elmennek vidékre, tehát akkor természetesen jóval kevesebb az autó a városban, de ettől függetlenül nagyon szimpatikus számomra az, hogy úgy próbálják meg megoldani, hogy ez a lehető legkevesebb problémával járjon az autósoknak. Aztán mi van még? Ja igen, tehát hogy vidékiek jönnek fel, azt kezdtem az előbb mondani, csak itt közben elkalandoztak a gondolataim. Tehát, hogy főleg vidékiek jönnek fel, meg ugye kisgyerekesek, hát egy gyereknek ez egy élmény. De nekünk felnőtteknek, tehát akik így voltak ismeretségi körömben, senki nem ment ki a tűzi játékra, mert nem érdekli már őket, mert aki Pesten lakik, az már volt legalább egy tűzi játékon, és neki már nagyon újat nem tudnak mutatni. Jó pár évvel ezelőtt egyébként volt olyan, amikor ez a görög tűz volt a valamelyik hídról, az mondjuk kurva jól nézett ki. És hát ugye volt, amikor el is maradt a tűzijáték, nem is tudom már mikor, szerintem egy jó bő 10 éve volt az már, de lehet, hogy több, mert hogy az árvízkárosultaknak segítenek inkább azzal a pénzzel, tehát azt mondta az akkori kormány, amelyik nem tudom, hogy melyik volt, tényleg lehet, hogy még a Gyurcsány kormány, vagy már az Orbán kormány volt, tök mindegy, azt mondta, hogy ezt a pénzt akkor most nem költjük el, hanem ezt, amit elköltenénk a tűzijátékra, ezt odaadjuk a árvízkárosultaknak, és szerintem ez egy teljesen korrekt, szimpatikus döntés. Tényleg akkor inkább segítsünk egymáson, vagy segítsünk másoknak, főleg, hogyha ilyen helyzet van. Csak hát ugye tényleg sokan kérdeztétek, hogy nem megyek-e ki, meg hogy miért nem megyek. Nem tudom, valahogyan nekem ez nem adja. Nem jön át az élmény, mert mondom már voltam, nem egy, nekem ami, hát ugye az igazi pesti mi az, amit utál, ami egyébként a legtöbb van Budapesten, az ott tömeg. Tehát amikor egy ilyen rendezvény van, akár egy ingyenes rendezvény, kimegy az ember, megnézi, de ki van akadva, hogy mennyien vannak. Tehát ez olyan, hogy ilyen ingyenes koncertek most ugye voltak, biztos vagyok benne, hogy ember tömeg volt. De ki vagyunk ilyenkor akadva, hogy hú, mi az a sok ember? Hát, ez amint a közlekedés. Nyilván senki nem akar lemondani az autójáról, de mindenki ki van azon akadva, hogy mennyi autó van a városban. Tehát ez így működik. Szóval ebben a tömegben én nekem egyébként semmi kedvem bemenni. Én inkább akkor otthon marad, de még tévében sem nézem meg, de ez tipikusan olyan kicsit, mint a Forma 1, hogy tévében akár többet látsz. Tehát, hogy tévében azért több kamerával veszik fel, ugye ott meg egy helyben. Vagyis mondom, hogy ha szar helyet választasz, akkor meg ugye minden évben változtatgatják, nyilván nem olyan tehát nem ilyen drasztikusan, de az évente változtatgatják azt, hogy honnan lövik fel a tűzjátékokat. És mondom, hogy ha rossz helyet választasz ki, akkor az keksz. Akkor arra rábasztam, akkor kimentél és semmit nem láttál az egészből. Vagy csak a felét, háromnegyedét, hát akkor most annak meg úgy mi értelme. Úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a videóban. Mondom, nekem ez semmi kedvem sincs ilyenkor így erre az egészre kimenni. Sok az ember, igazából számomra a programok se annyira videók, tehát azért, de tőlem ilyen hooligans, meg ilyesmi, meg mi volt, Kökény Attila, meg ilyenek, ezek tőlem abszolút távol állnak. Természetesen ezt mindenki saját maga dönti el, hogy neki mire van igénye. A tűzijáték az nyilván hagyomány, tehát ez tök jó meg minden, de lehet, hogy itt is már modernizálni kéne, meg kéne nézni tényleg a Prágait, majd lehet, hogy meg is nézem YouTube-on, mert biztos lesz fel róla videó, vagy van fel róla videó, meg biztos vagyok benne, hogy nagyon sok helyen próbálgatnak már ki más dolgokat, akár költséghatékonyabb dolgokat, mert most gondolj bele, ez tényleg 200 millió forint egy 20 perces műsorért. Ami egy kvázi egy ingyenes műsor, mert megteheted azt, hogy bemész a városba, semmit nem fogyasztasz, sehol nem veszel ott semmit, semmelyik bódénál, és akkor gyakorlatilag ingyen élveztél egy 200 millió forintos műsort. Úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a videóban, köszönöm a figyelmet, véleményeket esetleg kommentben, hogy ti jártok-e tűzijátékra, vagy mentetek-e tűzijátékra, vagy jövőre fogtok-e menni.
Vagy hát úgy összességében úgy véleményetek az egészről. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, sziasztok!